Sziasztok animefanok! Üdv mindenkinek újra az Animológia csatornán, és újra anime kritika, méghozzá ti kértétek, vagyis pontosabban Dani kérte. Ő is egy volt azoknak, akik a kérdez felelek sacit posztos videós dolognál feltettek nekem egy kérdést, ezért azért kérhettek egy animét, és ő ezt megtette, és most itt vagyunk, és erről fogunk most kritizálni. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele Dani kedvenc animéjének a megkritizálásába, ami nem más, mint a Griseyano Kajitsu. Először is el kell, hogy mondjam, hogy baromira mondtam az első három részt, elnézést kérek mindenkitől, de nekem ez valahogy nem jött át, főleg a leírás és a trailer alapján, ami miatt kicsit izgalmasabbnak és különlegesebbnek gondoltam ezt az animét, és az első három részben ez marhára nem jött át, sőt, tele volt értelmetlen hülyeséggel, hülyeség hátán, ecsi minden mennyiségben, még a csapból is ecsi folyott, bár voltak igazán jó megoldásuk köztük, úgyhogy ezt mindenképp pluszpontként értékelendő. Viszont emellett meg csöpögtettek információkat, de nem eleget, a poénok néha igencsak erőltetetnek hatottak, szóval szerintem nagyon vontatott és feleslegesen hosszú volt az első három rész, amiben bemutatták ugye magát a szituációt és a karaktereket, de aztán elérkezett a negyedik rész. De, hogy értsétek, foglaljuk össze röviden a történetet. Történetünk egy átlagos középiskoláról szól, és átlagos középiskolásokról. Vagy nem. A történetünkben főhősünk Yuji valóban egy átlagos középiskolában átlagos diákok között akar élni, azonban ez se a Mihama Akadémiáról, se az ott tanuló 5 diákról nem mondható el. Ugyanis ide olyan problémás fiatalok járnak, akiknek esélyük sincs normális iskolában hétköznapi diákok között élni, és tanulni, és beilleszkedni. Viszont ezen az akadémián mindannyian a maguk módján tudnak élni, egymás mellett, és ahova Yuji is be tud illeszkedni, a múltját tekintve. A történet tehát azt taglalja, hogyan tud Yuji beilleszkedni, és hogyan boldogul a lányokkal, amik során extrém és drámai helyzetek alakulnak ki, és amik felvetik a kérdést, hogy vajon sikerül-e elérni az áhított normális iskolai életet. Tehát már a történetnél kiderül, hogy nem egy átlagos, egyszerű kis sztoriról lesz szó, hanem valami sokkal, de sokkal érdekesebbről, ami én szerintem úgy a negyedik résztől kezdődően bontakozik ki, amikor is megismerjük az első hölgyeménynek az igaz háttértörténetét, de nem szeretném lelőni a poént, nem szeretnék elárulni nektek mindent róluk, mert hát akkor nem lesz izgalom az animébe, úgyhogy most csak felszínesen fogom nektek vázolni, hogy miért kerültek a lányok az akadémiára. Elsőként Michiru történetét ismerjük meg, aki elsőre bohókásnak, cserfesnek és szeleburdinak tűnik. De ez csak az egyik énje, ugyanis mikor zöldre vált a szeme, egy majdnem teljesen másik lány lesz belőle. És ezzel a kijelentéssel nem állunk messze az igazságtól, hiszen skizofrén. És a legjobb barátnője él benne, mint másik énje, akinek megkapta a szívét, miután öngyilkos lett, és így benne él tovább. Másodikként a zárkózott Sakakit ismerhetjük meg, akivel apjának az volt a legnagyobb problémája, hogy fiú örökös helyett lány lett. Ezért se az apja, se az anyja nem igazán törődött vele, majd az anyja depressziós lett és kórházba kerül. Végül pedig az anyja öngyilkos lett, mikor megtudta, hogy az apja a szeretőjétől vált fiúgyermeket. Persze ez a fiúgyermek is később meghal. Sakaki nem találta a helyét az iskolában, és az egyik csúfolódás alkalmával elborult az elméje, és megválta egy cikkével az egyik osztálytársát. Harmadik történetünk Sachiról szól, akinek kiskorában csodálatos élete volt, azonban egy napon a szülei vállalkozásba kezdtek, nem foglalkoztak vele, majd az egyik születésnapján összeveszett velük és elment. Azonban mikor megtalálták és elkezdtek felé szaladni, a kislány szeme előtt ütötte el őket egy teherautó. A következő történet Makináról szól, a legkisebbről, aki egy igen befolyásos politikus családtagja, és akinek édesapját előtte lőtték le egy korrupciós botrány kirobbanását megelőzően, méghozzá az anyja megbízásából. A korrupciós ügyek feljegyzéseit azonban a kislány kimagasló memóriája miatt megjegyezte, amiért egész élete során üldözik,
és meg akarják ölni, pontosabban a saját anyja. Végül, de nem utolsó sorban, Amanet történetét ismerjük meg, akinek talán a legösszetettebb és a leghosszabb a sztoria, főleg mert Eugene nővéréhez kapcsolódik. Aki évekkel azelőtt meghalt egy balesetben, és ahonnan Amanet egyedüli túlélőként tért vissza, számtalan megbánással és szomorúsággal a szívében. Szóval van itt minden, kérem szépen, gyilkosság, öngyilkosság, cselszövés és ármány, és leginkább az emberi találékonyság legmélyebb förtelme. Undorító. Tényleg. Na de főhősünk Eugene mindeközben próbál mindegyik hányatott sorsú hölgyeménynek segíteni és elűzni a fájdalmat szomorú életükből. De hogy hogyan teszi mindezt, és hogy ez mennyire sikerül, hogyan éltek eddig a lányok, és hogyan fognak ezután, azt mind-mind megtudhatjátok az animéből. Különben Eugene életéről nem nagyon esik szó az animében, csak hogy neki sem tiszta a múltja, és ő sem véletlenül van ott az akadémián, ami egyébként nem kifejezés, hogy nem tiszta a múltja. De ehhez mindenképpen meg kell néznetek a második és harmadik évadot, ugyanis a Grisei no Meikyuba és a Grisei no Rakuen be elmondják, tehát a második és harmadik évadban, a Meikyut egyébként speciálnak írják, egy részes 47 perces ova speciál, de én szerintem nyugodtan lehetne második évadnak is nevezni, hiszen ebben kapunk olyan információkat, ami az első évad végéhez kapcsolható, illetve megtudjuk, hogy miért úgy ért véget az első évad, hogy kiről is van szó ott a végén, illetve elővezeti a harmadik évadon, ami ennek lényegében a folytatása, úgyhogy mindenképp kihagyhatatlan ez a rész, és innentől kezdve már minden, tehát konkrétan Eugene-nak a születésétől kezdődően láthatjuk az életét. Na és akkor most néhány info róla. Eugene-nak iszonyatos gyerekkora volt, ahol a mellőzés még kedvességnek számított. Kiskorában lenézték, mert a nővérével ellentétben nem volt tehetséges, aztán az anya állítása szerint miatta lett öngyilkos, majd egy pedofil vette magához, aki egyébként női ruhába kényszerítette és molesztálta. Ezután élő fegyvert neveltek belőle egy kiképzőtáborban, majd mindezek után került az első évadban, és sokat emlegetett mesteréhez. És innentől kezdve már valamivel jobb volt a sorsa, de mindez csak töredéke annak a borzalomnak és szenvedésnek, amit Eugene-nak el kellett viselnie egészen felnőtt koráig, illetve amíg ugye megismertük az animébe, tehát a középiskolás koráig nagyjából. Borzalmas, és egyszerűen azon gondolkoztam, hogy mindezek után, hogy lehet ilyen lelki állapotban? Tehát, hogy én úgy gondolnám, hogy annyi minden érte, hogy becsavarodik, vagy megöli magát, tehát, hogy ez lenne én szerintem a reális egy ilyen helyzetben, vagy tényleg olyan szinten, más szinten működik az anya, nem tudom, tényleg annyi trauma érte, hogy tényleg nagyon csodálkozom, hogy ez, hogy nem lett tényleg bolond. De egyébként, hogyha belegondolunk, és majd ti is látjátok, hogy annak ellenére tényleg, hogy mindenkit óriási sokkok és traumák érte, mindenki irrelevánsan jól van, tehát, hogy mókázik, jól érzi magát. Persze látszanak rajtuk fájdalmak a lányokon is, tehát, hogy néha, amikor magányosan üldögélnek, de hogy többségével kimondottan normálisnak tűnnek, persze néhány diffit leszámítva, amikor szak, aki folyton le akarja szúrni eleinte ugye Eugene-t egy cikkével, de hát végülis mindenki máshogy dolgozza fel, Dahl dolgozná fel, különbözőek vagyunk, illetve nem tudhatjuk, hogy mi abban a szituációban hogyan is viselkednénk, úgyhogy lehet, hogy ő nekik ez így normális. Én szerintem jobban kellett volna egy kicsit ezt ábrázolni, de ez már az író szabad akarata. És akkor mielőtt összegeznénk ezt az animét, szeretnék beszélni a sorozat legnagyobb pozitívumáról, illetve még sok mindenről szeretnék beszélni, és lehetne is beszélni, de most én a legkiemelkedőbb pozitívumáról tényleg arról szeretnék beszélni, méghozzá a kiemelkedő sokszínűségéről. Értem ezt úgy, hogy rengeteg olyan
témát és eseményt dolgoz fel, amit csak szétszórtan, egyenként megemlítve, vagy egyáltalán nem megemlítve szerepeltetnek animékben. Ilyen például a skizofrénia, az öngyilkosság, a kannibalizmus, a megerőszakolás, a kiszolgáltatottság, a mellőzés, a halál kérdése, a megbánás, és még lehetne sorolhatni számtalan ilyen eseményérzés és társadalmi emberi probléma van benne, főleg inkább a negatívak. Töménytelen mennyiségben nyomják az arcunkba azokat az érzéseket, eseményeket, amikről nem igazán beszélünk, tehát ebben az animében rengeteg ilyen jelenik meg, és még plusz benne, hogy nem csak megmutatja, hogy ilyen is van, de néha még a megoldást is elénk tárja, vagy levezeti az okát, elmondja a rossz vagy épp a jó megoldását, a kimenetelét, tehát sokat ad, nem csak elmondja, hogy van ilyen. Szóval tényleg kiemelkedő témákkal találkozhatok benne, olyan témákkal, amiket mindenkinek érdemes és jó, ha tudja, hogy van ilyen, és nem csak az animében van ilyen. Szóval kiemelkedik én szerintem a többi anime közül, hogy olyan különleges témákkal foglalkozik, amikkel eddig még nagyon nem, vagy ennyire részletesen nem. Több szemszögből is megközelíti, úgyhogy én szerintem ezt kiemeli, és hogyha nektek tetszenek az ilyen különlegesebb dolgok, illetve az iskolai animék, az iskolás, a Slice of Life, a vígjáték, illetve az ecchi, akkor ez az anime mindenképpen teljű találat lesz. Összességében nekem tényleg nagyon tetszett ez az anime, úgyhogy minden évadás speciálját, oáját, mindent, amit lehetett, megnéztem belőle. Bár a speciált inkább csak férfiaknak javasolnám, mert túlmegy az ecchi határán, de mindezek mellett, illetve a misztikussága, a drámaisága, és a mindenféle különlegessége és a már említett témák, dolgok miatt is én nekem nagyon tetszett, és mindenkinek csak ajánlani tudom. És egyébként az utolsó évadba, hogyha maradt ugye nyitott kérdés, mert én nekem rengeteg nyitott kérdésem maradt az első évad után, tehát hogyha maradt, akkor a harmadik évad végéig mindenképpen nézzétek meg, mert egyrészt választ kaphattok az összes felmerülő kérdésetekre, ami az eddigiekben megfogalmazódott bennetek, illetve kapunk egy végső végkifejletet, amit nem árulok el. Az openingek, endingek és a zenék is nagyon jól passzolnak ez az érzelmes, misztikus, véres akármihez, amit katyvaszodik ebbe az egész fergetekbe. A karakterfejlődés természetesen megvan, izgalmas és változatos, bár a végére már kicsit sok volt YouTube-ból, de tény, hogy megértem, mert nagyon jó kis anime kerekedett ki belőle. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, az általam Henchinek elnevezett részek kivételével is. Ja, Henchinek neveztem el azokat a jeleneteket, amik a hentai és az ecchi határát súrolják, ugyanis bár Henchinek van a műfajában leírva, tehát az van benne, én nekem kicsit kevesebb az ecchi, mármint hát megközelíti a hentait. Most nem tudom, hogy megnézitek, eldöntitek, még a felbillanó bugyik hagyján, aminél egyébként felmerült bennem egy gondolat, tényleg most, hogy mondjátok, majdnem kifelejtettem itt, hogy rengetegszer libbennek fel bugyik ebbe a, és hát szoknyák, és látszódik a bugyi, szóval rengeteg ilyen van ebbe az animében, és az jutott eszembe, hogy miért van az, hogy mindig csak teli bugyi van ezeken a lányokon. Sosincs tanga, vagy francia bugyi, vagy semmi, de tényleg mindig ez a cuki kis teli bugyi csíkozva, itt jelen pillanatban, szóval ha tudjátok rá a választ, akkor osszátok meg velem, mert nem tudom miért, de felvetül bennem ez a kérdés, és most elkezdett érdekelni, hogy miért csak teli bugyis lánykák vannak, miért nem ismerik a japánok a tangát, vagy a francia bugyi, úgyhogy tényleg ha tudtok rá megoldást, a komment szekcióba várom az ötleteiteket. Na de kanyarodjunk vissza a Henchire, tehát a Henchi ecchi és hentai keveréke, mostantól létezik ilyen szó, megnézitek az animét, tudni fogjátok, és le van védetve, saci használhatja csak a Henchi szót, úgyhogy mostantól, illetve hát az animológia csatorna rajongóinak ezt megengedem, nagy lelkű vagyok, na szóval, Henchi. Ez az anime Henchi, és ezektől a részektől eltekintve is ajánlani tudom fiúknak és lányoknak egyaránt, mert iszonyatosan élvezetes.
Ennyi volt már az Animológia csatorna, én megköszönöm a figyelmet is, hogy ismételten velem tartottatok, és Daninak külön köszönet, hogy ajánlotta nekem, illetve nektek ezt az animét így megkritizálásra. Én szerintem mindannyian csak ezzel jól jártunk, mert tényleg fantasztikus anime, fantasztikus témákkal, nem tudom elégszer hangsúlyozni, tényleg sajnálom. Fantasztikusak a témák, kimondottan mélyek és impulzívak, úgyhogy mindenképpen ajánlom tényleg mindenkinek megnézése. És ha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, illetve még mindig tart az anime kihívás az Animológia Facebook oldalán, úgyhogy oda is látogassatok el, mert hamarosan véget ér a hónap és fele a kihívásunk. Én megköszönöm a figyelmet, még egyszer legközelebb egy újabb, általátok ajánlott animével érkezem, addig is jó anime nézést, és sziasztok! Mine Psycho Arigato! Kawaii!